Jó napot kívánok! Ez egy nagyon érdekes műsor lesz ma, azért, mert azt a barátnőmet hívtam el, akinek a férjét önök már ismerhetik, mert Kalmár Tibor rendező és író tulajdonképpen. Nagyon sokszor fordult már meg itt a Heti TV képernyőjén, viszont én nem csak őt szeretem, hanem a feleségét is szeretem, és Mari, aki egyrészről színésznőként kezdte a pályafutását, később pedig a leghíresebb Masa Mód volt Budapesten. Mostanra egy intézmény lett az én kortársaimnak az életébe, mert akik újságírók voltak, egykori tévések voltak, egykori színészek voltak, azok mind ismerik őt, és mind egyrészt csodálják az életerejét, másrészt egy jó dumálásért állandóan fölbukkannak a környezetébe. Úgyhogy a jellegzetessége Marinak az életereje, és azért hívtam el, hogy egyrészt öntsön belénk egy kis lelket ilyenkor tél, hát majdnem azt mondtam, hogy tél közepén, mert nekem már olyan két napja, mióta hideg van, mint hogyha tél közepe lenne. Másrészt meg, hogy a jó kedveddel egy kicsit villanyozzál fel engem és a nézőket. Szia, köszönöm, hogy eljöttél. Én is köszönöm. Behintettük az asztalt képekkel, részben rólad szóló képekkel. Nagyon remélem, hogy Tomi meg tudja mutatni majd, hogy milyen voltál te a pályád elején, amikor még fotomodellkedtél, meg színésznősködtél. És mi volt ez? Mitől voltál te fotomodell? Egyszer, nem voltam még 16 éves, és a Kotnyek Antal valamilyen hirdetést tett be valamelyik újságba, és az anyukám egy barátnőjének a lányának felolvastam, az mindenképpen fotomodell akart lenni, meg színésznő. Uh-huh. És én ezt meghallottam, és mondtam, hogy te, én nem mehetnék. És azt mondta, hogy hát ha akarsz, de nem volt boldog anyuka ettől, hogy én oda akarok menni, mint fotomodell. Hát elmentem, és a Kotnyek Antalnak hívták, és nagyon megtetszettem neki. És megcsinálta az első fotót rólam, és azt mondta, hogy 2-3-at csinálok, de nem kell több. Köszönöm, és elmentem. És egyszer csak megyek a Szent István körúton, én a Hegedűs, illetve Csákid utcában laktam. Mondjuk ez a képed, ez egy nagyon jellegzetes kép, amit most látni lehet. Itt már van rajtad kalap, ez a Keleti Éva fotója, a ugye? A Keleti Éva fotója. Aki meglátta benned a fotomodell, de ez mondjuk legalább 10 évvel későbbi fejlővétel. Igen. Az egy társaság volt, a Keleti Éva, az én barátnőm, akinek a férjénél szültem, meg én, és nagyon szerettük egymást, és akkor ő azt mondta, hogy egy pillanatra gyere egy kalaposhoz, tegyünk fel egy kalapot, és csináljuk meg ezt a fotót. Mondtam, jó, de nem szeretem a kalapokat. Nem szereted? Aztán igen. Utána volt 20-30 év, ameddig szeretted, megszeretted. Hát igen, mert az én anyukám, a Híres Piri, ő volt a Híres Piri. A Piri? Bizony, ő volt a Piri, és mikor elment szegény, akkor én megfogadtam, hogy megtartom a nevét. Tehát a kalapszalon az úgy nyílt meg, mint Piri kalap, tehát engem úgy is hívott a Törőcsiktől kezdve, meg egy pár Piri Mari. Uh-huh. Nem tudták, hogy ki volt bent. Lehet, hogy az anyukámmal is sokszor találkoztak, de amikor én voltam, akkor elfelejtették, akkor piriztek a mai napig. Na jó. Bemegyek valahova is piriznek. az a kérésem, hogy a Piriig el fogunk jutni. Ez a kép egyébként, ez a 16 éves kori képed, amit most lehet látni, és itt ugye itt voltál egészen fiatal, és itt erre a képre ugrott rá ez a bizonyos fotográfus, vagy legalábbis... Erre ezen nyerte a Leica díjat. Aha, ráadásul. Nagyon sok pénz, csak nekem elfelejtett szólni, mert én a kirakatban láttam meg ezt. Ez nagyon érdekes. Mari, nagyon jó nő voltál, tiszta Lolo Brigida, nem? De komolyan, nézd meg ezt kicsibe, a... Ekkora derekad volt, meglehetősen kellemes melkas, nagyon szép arc meg szem, és barna voltál, nem szőke. Ha-ha. Én már szőkén ismertelek meg. Fekete. Igen, ahogy fiatalodtam ebbe a korban, be most vagyok, úgy a hajam ment világos színekre. Tudom, ez a szabály állítólag. Igen. De ezek szerint feketén kezdte. Júj, de csinos egy nőci voltál.
Nagyon. Na, ez a fiatal színésznős fotográfiát? Nézd oda, ott látod, hogy melyik. Az a főiskolán csinálták, mert ott is szerették volna tulajdonképpen, hogy én filmekben játszom, de erről valahogy lemaradtam. De rengeteg fotót csináltak rólam ott is. És nagyon szerettek, mert egy perc alatt megcsináltam, és már ott se voltam. Tehát nem volt nagy cirkusz? Nem, soha. Szerettem volna, de... Mindig egy lezserlány voltál? Nem voltál nagyon művésznős? Nem, soha. Miért? Én szerettem mindig, engem azért szerettek, mert én kisminkeltem a színésztársaimat, mikor színpadra mentem, végig már, hát hisz a falu színháznál töltöttem 9 évet. Nézzük meg azt a képet, ott éppen mit játszol, mert az egy olyan fotó, ami egy színpadi fotó. Igen, Csárdás királynő Stázi, 300-szor, és a még nem volt, azt hiszem 290 valahennyi volt az előadás, mikor bejelentettem, hogy és itt a vége. És miért jelentetted be? Az utolsó szerepedet, azt bámulom. Igen, elmondom miért, mert ott az nem volt olyan vicces, mert nem találtak helyettem, aki beugrik, nem találtak helyettem egy olyan színésznőt, aki a Csárdás királynőben a Stázit játsza, és ezért kellett Ansvitbe végig játszanom, vidéken, hóba, sárba, fagyba, és én nagyon szerettem volna már gyereket, mert ekkor már 26 éves volt. Azt a mindenit. Tudod, ma 46 évesen mondják, hogy már nagyon szerettem volna gyereket, ezért egy kicsit szüreteltetem a pályát. Az én koromban az nagyon, az már később volt 26 évesen. Az én koromban se volt később, ne haragudj, pedig nem vagyok sokkal fiatal. Nem tudom, ezt éreztem. Ez a fotó, ez egy híres fotó, vagy egyszerűen csak szép vagy rajta, ez még színészkorodból az való? De nem emlékszem, mert ugye van egy kis korom, hogy ki csinálta, de ez egy autogramkép volt. Aha, tehát ezt osztogattad a rajongóknak. Ezt osztogattam, mikor mert nagyon sokat szavaltam, és ezt a képet osztogattam, és ezt nagyon szerettem. Te jó hangod is van, nem szinkronizáltál? De egyszer az életemben. Tordgéz, hát az egy édes sztori. Kaptam egy fiú szerepet, ez egy nagyon híres film volt, ne kérdezd a címét, mert már nem tudom. Arról szólt, hogy egy kisfiút elrabolnak a rablók, és visszaviszik a szülőknek, pénzt akartak érte kérni, de olyan rossz volt velük szemben a rablók, hogy visszavitték a szülőknek ingyen, csak vegyék vissza a gyereket. No, ezt játszottam én. A Gárdi Gabi volt az egyik partnerem, és Máriási Józsi bácsi a másik. Sámlira felállítottak a szinkronba. És ott kellett, valami ilyen egész mély, mondták, hogy dohányozom hülyére magam, de hát azt nem tudtam megcsinálni. Megcsináltam a szerepet, és nagyon jó lett állítólag. És a Tordi Géza arról híres nálam, én imádom, és ismerem, és jó barátom, hogy ahhez, hogy meglátott az utcán, mindig ez a kisfiú jutott eszébe, mert imádtam, mert olyan jó volt. Nem tudom, ezt szerettem volna megtalálni, de hát ez nincs meg a szinkronban, hát ottan elfelejtették. Az volt az egyetlen. És utána nem mentem, elmondom miért. Ez egy külön szakma, és engem ide egy perc alatt ugye betettek, és nagyon megfeleltem. Csak hát ugye azt nem tudtam, hogy meg kell tanulni a szöveget, és rá kell mondani a filmvászonra. Soha nem jött össze, mindig beálltunk, mindig szégyeltem magam. Nagyon kellemetlen volt, de végigcsináltam, és a vége nagyon jó lett. Csak sokszor de megtanultad volna szerintem, hogyha egy kicsit forszírozott. Később már tanultam, tudod, de az olyan úgy érintett, hogy nekem senki nem mondta, hogy ezt előre meg kell tanulni, tudod? És nagyon szégyeltem magam. Nem lehet, hogy téged ez az egész színészet nagyon nem izgatott? Amikor rájöttem a mikéntjére, mert azért volt egy-két olyan esetem, ami hát nem mi tud, de majdnem, akkor azt mondtam, hogy ez nem igazán nekem való. Mert se nem tudok kedves lenni, se nem tudok
azért, hogy egy jó szerepet kapjak, valakivel másképp viselkedni, most ezt úgy mondta kedvesen. Tehát én tudtam azt, hogy a férjem rendező volt, én színésznő. Na most ez a kettő, ez együtt el tudod képzelni, hogy nekem premierem, neki premierje. Hát elég idegfeszítő, de azért ez volt valami már ilyen a ez rémálom. Ez a rendező és színésznő, ez rémálom, mert azért kivéthetetlen, hogy a színpadon a Tibivel én nagyon háromszor találkoztam a színpadon, tehát ő nem használt engem. Itt ezt a Csárdás királynőt, ezt ő rendezte. De ez már muszáj volt, mert akkor már mindenki tudta, hogy én tudok énekelni, táncolni, és állítólag az kiáltott utánam. De a Tibi nem volt az, aki engem tolt előre, én magamtól csináltam egész életemben minden. És éreztem, hogy ez nem fog menni. Idegbaj, szereptanulás, féltettem az ő premierjét, hogy sikerüljön, mindig támogattuk egymást, az így igaz volt. Na, ez abba tök hagytam. Jó, mert Tomi beadta egy képeteket. Hogy legalább Kalmár Tibor is elégedetten megnézhesse magát otthon, hogyha nézze. Na látod, ez egy tüneményes sztori volt. Ez aranynak odalom? Szép lakon, bizony, 50. Hát szép lakon ültünk a strandon, a fűbe. Rám néz, azt mondja, elveszlek feleségül. Mondom, hülye vagy? Azt mondja, nem, de tényleg elveszlek fel. De ez így. Akkor hány éve voltál a felesége? 50? Hát persze. Mondom, menj a fenébe. Hazajöttünk, akkor még nem szólt egy szót se, mert ez július 7-én volt a házassági évfordulónk. Láttam, hogy tesz, vesz, ezt csinál, azt csinál. Hegedűs Gyula, annak az a édes sztoria volt, hogy én abban a házban laktam, ahol a templom volt. Tényleg? Igen. Én ott ismert meg engem a sarkon, a Hegedűs Gyula és a Szent István körút sarkán ismert meg, tehát ez nagyon-nagyon nagy dolog volt, tehát majdnem sírva fakadtam. Mit csináltál te a sarkon, Mari, hogy megismert ott téged? Hát igen, az ő barátjával, hogy mondjam, 16 évesen azért nem lehetett mondani, hogy ez nagy szerelem volt, csak én felnéztem az ő barátjára, és egy házba laktunk, tehát ő oda járt, egy barátjához. És a Tibi legjobb barátja volt. És mentünk a Szent István körútra, és a Tibi jött a Víg Színházból. És összetalálkoztunk, és bemutatkoztam, ő is bemutatkozott, és azt mondta, hogy ismerős valahonnan nekem. És akkor mondtam, hogy hát az lehet, mert ott a kirakatban szégyeltem ám, mert a fényképem előtt kint álltak, és azt mondták, hogy milyen gyönyörű, magas nő. Voltam húszrenti, tudod, szóval. És ott ismerkedtünk meg, és a Tibi legjobb barátjától, hát ő úgy mond, hogy elszikázott. Tehát a fotomodellségednek köszönheted, hogy ismerősnek tűntél a Tibornak. Hát annak, persze. Aha. Ő látta ezt a képet, de elment mellette. Nem. Ja, csak te hitted azt, hogy mindenki onnan talál ismerősnek. Igen. Ő igen. Egyszerűen csak föl akart szedni, ez igen, volt a duma. És akkor egymásba szerettünk. És akkor 50 évig együtt maradtatok, meg már hát még most azóta. Most egyelőre 66-nál tartunk. 66? Bizony. És ő azt szoktam mondani, hogy minden év duplán számít. Értem. Nagyon jó páros vagytok. És akkor elvitt téged abba a zsinagógába? Abba a zsinagógába, de azt nézd meg, ami ruha van rajtam, meg azt nézd meg, ami azt a Vidák Györgyi csinálta. A ruhádat? A ruhámat. Nagyon jól néz ugye ki. Kiderült, hogy hosszú ruha, én nadrágba akartam menni, hát én nem voltam. Templomém esküvőn nem volt. Volt, az nem volt divat az 50-es években, amikor ti házasodtatok. 56-ban, tudom, nem volt. Férjem azt szokta mondani, hogy azért tört ki a forradalom, hogy 56-ban esküdtünk, de ez az esküvő, ez nekem olyan volt, mert a Szent István körút és ez a templom egy fél sarok se, ahol lakunk a háztól. És az én drága férjem, mikor föl voltam öltözve, azt mondta, hogy akkor most szépen átsétálunk a templomba.
Nem tudod elképzelni, hogy én majdnem infarktust kaptam, hogy ebbe a ruhába, meg a fátyolla. Én a saját fejdíszemet csináltam. Bizony, jaj, napokig. Tomi, vissza tudod adni azt a képet, amelyik az előbb volt, ahol az 50. házassági évfordulót mutatja az a kép, ahol együtt vannak a... Így van. Tehát hogy a fejdíszedet van, megnézem. Hát nézd meg. Hát figyelj, ez nem egy nagyon agyon bonyolított fejdísz, ahogy és megnézem. Pont az, hát tudod már, akkor majdnem 70 éves voltam. Igen. Hát egyrészt az nem látszik, másrészt pedig ez egy olyan, mint egy ilyen tülfélfátyol. Persze. És hogy ne legyen sok, és hogy ne legyen ízlés, ne legyen sok. Feltűnő. És a csokrod is nagyon ízléses. Azt is én terveztem. Azt is te tervezted. Minden. Igen. És ami hát az esztétikát illeti, az nálad eléggé magas fokon van előadva. Hát szerettem is, de hát amikor azt mondta, hogy átmegyünk a Szent István körúton így smokingba, meg ebbe a hosszú ruhába. Limuzint kellett volna fogadnia. Csak sajnos egy sarokra volt a templom a lakásodokra. Taxival? Igen? Röhögött a taxiunk, azt mondtuk, hogy szembe megyünk, érted? És ott kiszálltam, és ott minden. Aki szeretett engem, meg a Tibit, az mindenki ott volt a templomban, de hát ne tudd meg, a Gálvölgyitől kezdve a Sas Józsi olyan röhögés volt, mikor megláttak, mert azért gondold el, hogy ismertek minket és szerettek minket, de azt nem képzelték el, hogy még egyszer elvesz a Kalmár feleségét. De azért ez egy jó emlék lehetett nektek. Ez nagyon szép emlék volt. Jó, jó buli. Nagyon szép. A templom, ezt nem tudtuk 56-ban. De ott is volt, 56-ban is volt nekünk, a Besenyei volt a tanú? Nem, ő csak jött a polgári esküvő, hátul megállt, csak hát volt neki egy ilyen bölény hangja, tudod? És mikor az öcsém megszólalt, hogy mamikához akarok menni, és én ugye itt voltam vele hátta, olyan röhögés tört ki, már ott is, mert nem tudta kimondani, hogy Mari. Csak mami. És a Feri ott elkezdett, az már mindegy. Vidám volt, tényleg, az is részemre az is megható. Én egy ilyen kicsit szentimentális, kicsit. Ezt azért, hogy nem mondanám rólad, így első látásból nem tűnsz te olyan de nagyon. De azért vagyok, de nagyon. Azt mondja, hogy házasság nászút egyedül, mert kaptam egy sorvezetőt Tibortól, és ebben van egy csomó olyan dolog, ami nekem nagyon meglepő, mert például nem tudok így az előéletedről semmit. Mi az, hogy egyedül nászutaztál? Hát nem mondom, 56, és az első színészhajó indult Bécsbe, ahol a Gobi Hilda szervezte, ahol is a Kalmár fönt volt a listán, mint rendező, a felesége, nem is mehettem volna. Ja, mert nem engedett volna ki a BM, hogy együtt menjetek diszidálni. Úgyhogy én itthon maradtam. Hát de már le volt foglalva a Müdosz Siófokon, az a színész üdülő volt. És akkor mondtam a Tibinek, hogy ha te Bécsbe mész, akkor én elmegyek egyedül oda. Ott meg tudod, kivel voltam, a Rozsossal, nagyon jókat szórakoztunk, meg a Halász, a Bara Margit férje volt a Halász. Hát nem tudom, ki egy volt nagyon, a Bara nagyon csinos pali. Gyarmati Dezsőről tudom, de ez később voltam, volt a férje. Nem voltam dosztársaságban, irigyeltem a Tibit, mert hát először Bécsbe menni azért az jó buli lett volna. Viszont jól eltöltötted a csinos Rozsossal a nászutadat. Bizonyos fokig gondolom. Nem, a Kalmár kárpótolt, szóval olyan cuccokat hozott, hogy... És az akkor nagy szám volt? Nagyon. Biztos kaptál orkán kabátot, meg mindent. Azt ő kapott, de én ilyen krinolinos szoknyát, meg ilyen plüss pulóver, arra te nem emlékszel, mert a baba volt. Színes plüssből voltak, nájlon voltak, szóval nem volt más. De azt minden színbe elhozta. És azért volt, ő mindent, a világot elém akarta rakni, és kiderült, hogy a Verebesnek a apukája, igen, a Verebes Károly. Farci, igen, meglátta a hajón a Tibit, aki ki volt tömbe ilyen pulóverekkel végig, és azt mondta, hogy te elmebeteg vagy, ezzel akarsz
Ez lebukunk mindnyájan, mert mindenki hozott, mert át lehetett, hogy mondjam, a valutát, itt kellett fizetni forintba, és volt egy üzlet, aki adta az árut, érted? Volt egy ilyen Magyar utca, nem tudom, mindegy. És hát tényleg Kárpótolca, nem lehet mondani, és nagyon jó, jó, de hát én egyedül. Szóval el kellett volna gondolkodnom, hogy egyedül Nász útra. Olyan nagyon rosszul nem választottál, hogyha azóta is tart, meg még nem. Csináltatok 50. évfordulós bulit, és már annak is hány éve. Igen. Úgyhogy szerintem azóta már voltatok egy-két Nász úton. Hát egy-kettő, igen. Igen. Jó, és akkor 26 évesen azt mondtad, hogy elég volt, gyereket akarok, és abba hagytad a Dérinél színházat, és nem volt lányvásár, és nem volt semmi, hanem otthon voltál, vagy mit csináltál? Azt mondtam, hogy ha nekem gyerekem, egy pillanatra nem hagyom, minden pillanatát élvezni akarom, ahogy fejlődik, ahogy nő, ahogy... Szóval én szerelmes voltam tényleg a fiamba. De nem később, csak olyan babakorában, amikor még tényleg baba volt. Mm. Mert attól azért féltem, hogy egy anya később szerelmes a fiába. Ja, nem akartál majom anya lenni. Nem, azt nem. De igen, akkor kitaláltam azt, mert én munkanélkül soha nem szerettem élni, és nem voltunk, szóval, hogy mondjam, 1200 forint volt a Kalmár fizetése, és kitaláltam azt, hogy én nagyon jól sminkelek, nagyon jó fodrász, visszahívtak a Dérinébe, de nem akartam színésznő lenni. Mondtam, hogy gyerekek, lemegyek 4 órára a fodrászatba, arra hajlandó vagyok, mert érdekel, meg szeretem a színésznőket kisminkelni, mert imádtam csinálni. És így is volt, és ott megtanultam a paróka és a pepi készítést. Volt egy mesterünk. Mányi Klasszi, aki zseni volt. És akkor azt mondtam, hogy te Lacika, ezzel lehet pénzt keresni? Azt mondja, milliómos lehetsz. Ránéztem, mondom, igen, hazamentem éjjel, amíg a gyerek aludt. Addig csináltam ezeket, ami most is divat, ez a pótpepi, ami koncs, meg berakva, meg megfestettem, meg úgy adtam a fodrászoknak. És bizony, Kalmán nagyon féltékeny volt, hogy én mennyi pénzt keresek, és ennyit nem tudtam. Tényleg? Te vitted a háztartást? Abból vettük az első kocsit, igen. Ez fantasztikus. Igen, de hát nagyon sok meló volt benne, és nagyon sokat segített. Andy Vajna is így kezdte, csak Amerikában még tovább lehetett ezzel. Csak én nem lettem ennyire híres. Hát mert te itt voltál. Igen, igen. De ha már a fejeken matadtál, vagy a fejre valót készítettél, onnan már csak egy ugrás volt az anyukádnak a foglalkozásáig. Ez így igaz, de én gyerekkoromban kijelentettem, hogy minden leszek, csak kalapos nem. Miért? Mert egy anyám is egy ilyen művész volt, hogy imádta csinálni a kalapokat, egyformákat utált, imádta a nők fejét megnézni, hogy kinek mi áll jól. Egyszer bementem, mint gyerek az üzletbe, és benn volt a valamelyik néni, és mondta, hogy te hogy tetszik a kis kalapom? És erre mondtam, hogy hát a kalap nagyon szép, csak a néni csúnya. Ettől kezdve anyuka üzletbe azt mondta, hogy be nem teszed a lábad. Hát mondom, igen, nem akadtam, de mikor anyukám lebetegedett, és minden, hárman voltunk testvérek, mindegyiket bele akarta kényszeríteni a kalapba, de egyikünk se vállalta, akkor azt mondtam, hogy segíteni kell. És ugye ott voltam a gyerekkel otthon, ott voltam a pepiheimmel otthon, és anyu azt mondja, menj be az üzletbe. Bementem, és esküszöm fordítva, a gombostűt fordítva raktam be a bármibe. Annyira nem értettél hozzá? Nem. És akkor anyu azt mondta, hogy valamit próbálj meg. Mondom, igen, megpróbálj, és bejött egy mennyasszony. És akkor azt mondta, hogy én szeretnék egy fejdíszt. Akkor fölcsillant a szemem, és olyan fejdíszt csináltam akkor, hát anyu mondta, hogy azt mondja, ez bámulatos volt, mert ott megfogott valamit, alkotni kell, érted? És megcsináltam, és azt mondta, hogy innentől kezdve a fejdíszeket te csinálod.
És akkor kezdett érdekelni? És akkor kezdett érdekelni, és mikor anyu elment, akkor azt mondtam, hogy ezt csak úgy lehet tovább folytatni, nem mint kalapüzlet, hanem muszáj ezeket olyan fokra vinni, amit más nem tud, és az anyu nevén tovább vinni az egészet az egekig. Hát állítólag ez így sikerült. És onnantól kezdve érdekel? Tehát nagyon. Egyedül maradtál a dologgal, hát minden percem csak az volt, hogy kalap, hogy anyag, hogy szín, hogy milyen nő, hogy hogy néz ki. Na de előtte 20 évig fütyültél rá, hogy finoman fejezzem ki magam. És hogy lángolt fel a fejedbe az? Mert egyébként az szerintem kalapot sokkal érdekesebb. Anyukám. Hú, de jól néz ki ez a kalap. Anyukám. Ez már tiéd, nem az anyukád, ez az ugye? Enyém. Igen, és ez, nézd meg ennek a vonalát. Hát, én gyönyörű. Azokat imádtam. Ez hogy abszolút, az világszínvonal. Beszél. És hát ezt mind kézzel csináltam, szóval ez nem volt könnyű. De sajnos egyeket csináltam, nem csináltam sorozatot, és tudom, igen. Azzal nem nagyon lehet pénzt keresni. Megkértem az árát, de nem igazán lehet pénzt keresni, tudod? Szóval ez így működött. Ez a Váci utcában volt ez az üzlet? Váci utca 10. Jaj, Pataki Ági udvara. Pataki Ági volt most az egyik oldal. Te a másik nagyon oldal. Szeretjük egymást, és én voltam, ahogy bejöttél, na most... A kirakatot is én csináltam, és nagyon sokan, akik nem, mondjuk nem jöttek be a kalapokért, nézték azt, hogy milyen jó kalapok, és hogy vannak itt éve, mert az sem mindegy. Uh-huh. Mert nézd meg erre a babára, ezért Bécsbe mentem, ez a hosszú nyakú, imádtam a hosszú nyakú babákat, és arra tudtam dolgozni. Ráadásul volt egy titkom. Először magamon próbáltam ki a kalapokat, megnéztem, hogy milyen. Minden kalap a te fejméretedre készült? Nem. Hanem ha nekem jól állt, aha. És én magamat nem tartottam akkor már szépnek. Mari. Se, jó, hagyjuk ezt, igen. Akkor mindenkinek jól állt. Volt egy ilyenem, és igazam volt. De közben néztem, hogy milyen a profilja az illetőnek. Milyen a nyaka, mert nem mindegy. Mert például azt mondtad nekem, hogy te semmilyen kalap. De én tudtam volna akkor, hát most hát, mert akkor még... olyan sapkát rád ragni, ami lehet. Játékos, de bizony, lehet. De bizony. Ezt te kapucninak hívom, amit én sapkaként hordani szoktam. Csak azt akarom kérdezni ezzel kapcsolatban, hogy igen. Az én olvasmány élményeim, meg divatismereteim alapján van, akinek van kalaparca, tehát hogy született. Na erre van egy mondás az édesanyámnak, és teljesen igaz, hogy nincs rossz kalap az, csak rossz kalapos. Igen? Igen. Igen. Jó, hát akkor... És ez nálam be is vált, rettentő sok olyan ember jött be, úgy jött be, hogy én csak nézni szeretnék, aha. Mert nekem nem áll jó semmi. És akkor vártam, mondom, egyet megpróbálhatok? És megpróbáltam. És abban a pillanatban beleszeretett. És abban a pillanatban tépte föl a táskáját, és fizette ki a kalapot. Hát, ez itt Udvaros Dorottya, a te nem, kalapodban. Nem, ez Eszenyi Ernékő. Én pedig ilyen vagyok. Nem. Tudom, hogy Eszenyi Ernékő, nem tudom, miért mondtam Udvaros Dorottyát. Szóval, hogy Eszenyi Ernékő, és fantasztikusan áll neki a kalapod. És a Vidáknak a ruhája. Aha. Mi együtt dolgoztunk a Györgyivel, én imádom a kezdeti szalonomat is, a Kék Duna szalont. Arra emlékszel, hogy benne a Kristóf téren volt a Kék Duna szalon. Igen. Annak a vezetője, a Kézdéva, aki tervezett is, meg a Borszéki Zita, én ezeket nagyon abszolút, szerettem. A Borszéki Zita az hát egy nagy név volt. Hát én imádom a mai napig. És velük dolgoztál? Persze. És ők is imádták ezeket a... Én mindig úgy hívtam, hogy imádom megcsinálni, de hogy kinek fogom eladni, azt nem tudom, és nem fogod elhinni. Kiraktam a kirakatba, és abban a pillanatban elment. Hát akkor csupa siker volt az igen, életed, Mari. Igen, hát igazából igen. Lehet, hogy a Pepivel halálra kerülted magad, de azért a Pepiben nincs akkora kreativitás, hát, mint volt, a kalapban. Abba is kitaláltam, színeket festettem, fazon csináltam. Hát nekem a legjobb barátnőm a Csonka Zsuzsi volt. Én a Bandikát én füröztöttem. Igen. A szegény azt szokta mondani, hogy nem él, ha én meg nem füröztöttem. És a Zsuzsi fodrász volt, és tudod, így indult, hogy a Zsuzsi azt mondta, csináld meg, megpróbálom eladni. Uh-huh. És aztán a többi fodrász, mindenki.
Mindenki. Azért ez nagyon érdekes, hogy a 60-as évek az mennyire leleményes volt. Tehát, hogy hogyan pótolt mindazokat a dolgokat, amik a normális nőknek kellettek, érdekesek voltak, nem tudom, a világban már léteztek, és hát Magyarországon annyira nem voltak jelen, de ezek szerint mégiscsak valahogy ezeket de elő az én üzletemben a mai a minden kormányfőnek a felesége... Kopaszodott. Nem kopasz. Mindenki ne, akart ne egy kis pepit. Vagy, ne nem, de kötelező volt, először ugye pápához mentek, ja. És fogalmuk nem volt senkinek, hogy hát kivéve volt az egy-kettő, a Kunce Kati tudta, hogy nem kalap kell, hanem kendő, persze. Uh-huh. És mindenki bejött. Na, de jött az Erzsébet királynő. És akkor ki lett adva, hogy mindenkinek kalap kell. Aha. Hát azt ne tudd meg, hát sorba álltak az üzletembe, és mindenki sírt, hogy nem volt még kalap a fejemen, mondom, nem baj, majd én meg, és tetszett mindenkinek. Például a Kunce Kati, akit én imádok, azt mondta, hogy ne tegyél, mert nekem nem, és ő viselte a legszebb kalapjaimat. És a mai napig megvan neki, igen. És neked hány kalapod van otthon? Van még kalapod? Nem. Én úgy fejeztem be általában a színésznőségemet is, mindent elajándékoztam, de mindent utolsó ne tudjak csinálni, mert nekem elromlott a kezem, nem tudtam állni, sajnos. De miért kellett állni? Ülve nem lehet kalapot csinálni? Lehúzni a kalapot, azt nem lehet ülve csinálni. Tudod, az olyan, mint egy szobrászat. Egyébként a faszobrász mellett ott álltam, és mindig azt mondták, hogy csak a Mari ne jöjjön. Tudod, a stokkokat, amit úgy hívják, a kalap... A fejek? A fejek, azokat én találtam ki, igen. Uh-huh. Az olyan, mint egy kaptafa, csak fejre való. Így van, és akkor én megadtam a méretet, és ott álltam, hogy olyan ívbe legyen, még egy kicsit vegyen le belőle, még ezt csinálja, és a vége az volt, hogy csak a Mari ne jöjjön, mert az olyan macerás. Te, de az kalap alap, és az, igen, és azt arra hogy te miért álmodsz az anyagból, azt így van, erre a formára esztergálják? Anyagból szabva, varva van, de van a nyúlszőr, a legszebb, a királyok királya az a kalapba. A nyúlszőr az egy ilyen tomp, ilyen alakú tomp, olyan, mint egy süveg, úgy néz ki. Na most azt vízbe kell mártani, méghozzá forró vízbe, egy bizonyos olyan anyaggal be kell kenni, elég randa munka, de megtanultam, és ezt lehúzni úgy a stokra, hogy annak formája legyen, és az gyönyörűen álljon azon a bizonyos faformán. Ahhoz viszont kéz kell, meg erő. Tehát, hogy ennek van egy ilyen fizikai szakasza. Hát hogyne. Hát és minden kalap kézzel készül egyébként? Persze, a kéz... Ez nem lehet nem, gépre? De van, hogyne, hát az Erzsébet királynő gyönyörű kalapjait is géppel csinálják. Tényleg? Persze. Ragasztva van az egész. Rá van az anyag gyönyörűen egy géppel rá van nyomva. És a stokra? Úgy, a stokra, persze, uh-huh. Persze. Lehet géppel gyönyörű, ma már minden kalap géppel van. Már és kézzel. Akkor a gép húzza meg az ívet, meg bizony, a formát? Bizony, rámegy egy ilyen olyan gőzölő, hát azzal is tönkrement a kezem, meg mindenem. És én imádtam kalapot gőzölni, a formát, ezt az ívet, ami jamon. Most azt is kézzel csináltam, azt is kézzel, nem lehetett másképp. És gőzzel, és vasalásra, szóval elég macerás, a szépen akart csinálni. Volt egy kalapom, azt láttad, amit szőrből, tollból csináltam. Igen, azt láttam. Az olyan hát, volt, mint egy kis tomp, és akkor oldalt a szörméka. Igen. Egy kis nerc pomponszerűség, meg ilyesmi. Kis nercek, és több színbe, és a toll is több színbe, és ide vesimult az arcba.
Azt imádtam csinálni, mert az olyan kreatív volt, igen, mert az, azt hogy az nem... És az maga a 21. század, holott az a kalap az a 20. század közepén készült szerintem, bizony. Vagy a vége felé. Igen, igen, aha. Igen. Te is ezek nagyon drágák voltak, így a NERS-ről jut eszembe. Meg igen, arról, hogy igen, mert egy csinálod. Darab, ebből a NERS-ből egy darabot csináltam. Kértek, hogy még, gyerekek, ugyanúgy nem fog sikerülni, mert két egyformát nem tudok csinálni. Én nem izé vagyok, hogy gép vagyok, ez kézi munka. Az egyik, hogy ugyanazt a nercet, nem biztos, hogy megkapom, ugyanazt a tollat, akkor más csinálok. Na, de gondolom meg volt a bizalom, hogy az a más sem lesz rosszabb. Hát te nem panaszkodom, mert én tényleg imádtam csinálni, de és mindenki a 50 mai évvel napig. Ezelőtt, az olyan a 70-es évek, ugye? 70, igen. Akkor mennyibe került? 20 ezer körül egy kalap? Várjál, mondom, 20 pillanat, 24 évvel ezelőtt még én csináltam egy, én szerintem hát most már a végét mondom, akkor, mondom, igen. Igen, hogy a Big Brother-be csináltam az egyik győztesnek. Mindenki utálta nézni, lenézték a Big Brother-t, tudom, igen. Jól, és engem meghívtak, hogy a győztesnek egy kalapot adjak át. Na mondom, az nagyon érdekes lesz, mondtam a szerkesztőnek, mondom, nem tudom a fejméretét, és szeretném megnézni, ki a győztes, mert nem minden Big Brother-t néztem, csak néztük. És megnéztem, láttam, megcsináltam a kalapot éjjel. Hát mondom, ennek a kisnőnek ezt csinálom. Big Brother betűket raktam rá oldalára a kalapra, és még megfestettem ilyen, nem is tudom, színes, milyen port szedtem elő. Ez a csillámporral együtt lefújtam lakkal. Te úgy sikerült, majd egyszer megmutatom neked, hogy akkora sikerem volt vele, hogy nem tudom elmondani, és a poén az volt, hogy tudod, ez olyan alattas volt, aki nézte a Big, az egy hülye, hát érted. És fölhívott a Verebes, azt mondja, te, milyen jó voltál a Big Brother-ben. Mondom, na ne! Mondom, te ezt nézted? Hát én nem volt az kikiáltva, hogy én oda megyek. És nézte, és tényleg az volt a legnehezebb. El tudod képzelni, milyen nehéz egy olyan nőre, kalapot, aki csak így csinál, úgy csinál a tévébe, és arra egy olyat, ami jól áll neki. Hát az... El, Mari. Milyen kár, hogy akkor még nem ismertük egymást, mert akkor nekem is lehetett volna kalapom életemben egyszer, így aztán egyszer se volt kalapom. Nem volt semmi. Nem, most. Nem, soha semmi. De te olyan most már így marad. Olyan kislány voltál, hát én láttam. Ja, és azt ennek már milyen régen vége. De. Figyelj, azt akartam megbeszélni még, hogy a mennyiért csináltál kalapottól, kanyarodtunk a Big Brotherig, hogy akkor az volt életed legdrágább? Az volt a legdrágább. 25 a legdrágább? Hát az nem volt olyan ma, nagyon. Ma megnéztem a Katona József Színház mellett, most már nem tudom, hogy itt most van-e, egy gyári kalap. Gyári kalap, mert én azt látom. 120 ezer forint volt. Ja, akkor a te kalapod lehetne hát 200. Hát igen. Simán. Hát igen. Hát igen. És de még meg tudnád csinálni bármikor, csak már nem meg akarod. Tudnám, ha lenne szerszámom, de... És azt is szétajándékoztad? Mindent. Megkérdezte valaki, a Kovács Adél hívott föl nem olyan rég, hogy Mari, csinálj egy kalapot. Mondom, mivel, anyukám? Mert nincs semmi, nem tudok már. Nem. Mari, te hogyha egy izére, egy fölfordított kerektányérra és egy darab filccel vagy összehozva, te akkor is csinálsz kalapot, én erre megesküzöm. Igen. Ebben van valami, ha nem is kalapot, kitalálok valami olyat, ami... Amit fejre lehet tenni. Igen. Aha. Igen. És amikor biztos a Netflixen megnézted a Korona sorozatot, vagy megnéztél. Meg, mindent. És mit szólsz azokhoz a kalapokhoz, amiket Erzsébet királyné hord, és amiket az udvarnak muszáj hordani, ha tetszik, hanem lóversenyen meg jellegzetes. Hát oda is csináltam, az Eskondira is csináltam. Tényleg? Persze, volt egy-két olyan jobb módú
vevőm, aki, és még egyet otthon is képes voltam, mert imádtam csinálni, egy ilyen eszkortra? Igen. Csak nem mentél el a lóversenyre? Nem az én műfajom, tudod? A másik az, hogy ezek a gyönyörű kanapok, amik a filmben vannak, az kell a színésznő, aki nem akárhogy nem teszi föl, tudod, az se lehet egy kalapot, akárhogy föl. A legszebb kalapot föl lehet úgy tenni, hogy szörnyű legyen. Uh-huh. Ha én megmutatom, akkor már az illető tudja. Tehát nyilván megtanítod bennem is a fejtartást volt. Is hozzá, meg azt, hogy ne így lovassa, mint ahogy én magát, hanem... Nem, ez... Figyelj, a Radványi Dorottyánál csináltam egy riportot, és ő is azt mondta, hogy Mari, itt vannak a gyönyörű kalapok, de nekem egyik se. És egyet föltettem neki, és akkor megnézte magát, mintha rátennék, de nincs. Azt mondta, te, ez nem is olyan rossz. Na mondom, hát akkor... Miért nem hordunk kalapot egyébként? Tehát, hogy... Hát a kocsiba, hogy a... Fenébe hát és nem bele, hat. Így a kalapba. Mondok volna jobbat, és a 4-es, 6-os villamoson, a kombinon. Hát az is szép lenne, igen, hát azért találtam ki, én a sapka és a kalap között is kitaláltam dolgokat. Például én biztos vagyok benne, hogy neked az első ilyen sapkalapot az bőrből csinálnám, és olyan nagyon puhából. Tudod? Nagyon izgalmas, igen. Milyen kár, hogy már kikorosodt. Te abbahagytad a sapka csinálást és kalap csinálást, én meg az életkorilag már nem megy rá olyan nagyon jól. De figyelj, de ismerek olyat, például a Krizsó Szilvi anyukája, az elkötelezetten hord kalapot, és iszonyú jól áll neki. Tehát neki hát van még kabátjaihoz passzoló persze. Kalapok vannak. Igen, kabátokhoz ilyen kis kalapokat, veled, de ezeket a nagyokat ő se hordja már. Hát az nem létezik. Esküvön láttam már nagy szélű kalapban. Arra kell igen. Is. Szóval van neki Körül olyan alkalomra, olyan kalapja, igen. Képzeld el, hogy, hát ez csak vicc, hogy ugye az én fiam sajnos nem nősült meg, de hál' Istennek van 3 gyönyörű unokám, hál' annak a jó Istennek. Csak nem tudtál egy örömanya kalapot, mi? Elképzeltem magam, hogy te jó Isten, ha nekem föl kéne venni egy kalapot, mert nem hiszed el, én fölveszem, és azt mondod, hogy Isten jön áll. Hát, hogy én magamat, azt nem tudom. Hát ezt a fejdíszt, ami volt az esküvőn, egy hétig izélgettem, hogy legyen olyan, hogy legyen is, ne is legyen, egy félig láthatatlan kis tülterítő tortál a fejedet, és azon problémáztál sokáig. Rettenetes. Pedig elég profi vagy ebben az egészben. Egyébként meg azért mondtam, hogy te egy intézmény vagy, mert hogy ezt nem tudják, és most már sok idő nem lesz rá, mert úgy úgy elbeszéltük az időt, hogy neked volt 2 csípőműtéted, csak amiről én tudok. Nem. Most elmondom, nekem volt egy gerincműtétem hadcsavarral, 2 műtérdem. Műtér? Ez az. Műtér. Azt keveltem és csípővel. És csípővel, ami 1 évvel ezelőtt. Aha. Átcsúsztam a pandémián, és azt mondtam, hogy én ezt túlélem, és azt hiszem elég jól értem túl. Te nagyon jól érted túl, de nem az, hogy túléled, mert senkinek nem volt kétsége a felől. Lehet, hogy az összes, a kórház összes orvosa már nem lesz fel velünk, de te túl fogod érni. Ezt mindenki tudta. De hogy te hogy tényleg ilyen Kejfel Jancsi típusban ledönthetetlen vagy, hál' Istennek. Ezt, igen, ezt nem, mitől edzetted ki magadba? Ez szerintem... Anyukámtól örököltem, mert nagyon dolgos, szorgos volt, mindig valamit kitalált, és mindig. Amikor mondtad azt, hogy tudnék kalapot csinálni, ő Bécsbe volt, és nem volt már a stop. Mm-hmm. És tudod, miből csinált ilyen alapot? Újságpapírokból bevizezte, mint egy szobrot, mm-hmm. megcsinálta ezt a fejet, és arra dolgozott, megvállította. Na, ezt nem tudtam volna én azért kitalálni, de azért ő mindent kitalált. Az én anyám az családfenntartó volt, mert ugye apukám az Dachauból nem jött vissza, úgyhogy neki muszáj volt. Hát eltartotta a nagymamát, a nagymama testvérét, a saját testvérét,
És hát képzelheted, még Karádinak is csinált kalapot. Fantasztikus. Igen, igen. Szóval akkor onnan örökölted az életerőt, meg az valahogy életkedvet. Igen, igen, igen. Mert egyébként Kalmár Tibordova is van életkedv, de valamire azt gondoltam, hogy... Hát az fontos, hogy... ami a Kalmár Tibordova... De ti ketten ezt elég jól adjátok. Az nagyon jó, az adrenalin szintünket fel tudjuk szépen, és akkor el vagyunk. Egymásért felnyomjátok? Persze. Mari, örülök, hogy itt voltál, köszönöm én szépen. Én is nagyon szépen köszönöm. Önöknek köszönjük a figyelmet mind a ketten, és jövő héten is lesz jégbüfé, nézzenek bennünket akkor is. Viszontlátásra!